Előrelépés a játékban, előrelépés a tabellán. A DVTK 2-0-ra győzte le Dorog csapatát a labdarúgó MB2 vasárnap játszott mérkőzésén. A győzelem mellett az is a csapat sikereként könyvelhető el, hogy a korábbi bajnokikon bizonytalankodó védelem ezúttal nem kapott gólt, így pedig a tabella 5. helyére lépett elő a DVTK, 5 pontra megközelítve a listavezetőt. A fehérmezes Dorog kezdte a DVTK otthonában a bajnokság 12. fordulójának mérkőzését, amit 1663 néző tekintett meg a helyszínen. 5 perc játék után Bokros beadását követően alakult ki az első hazai lehetőség, de elgurult a labda az üres kapu előtt. Újabb 5 perc elteltével azonban már a gólvonal mögött táncolt a Pettyes. Olá parádés labdát tálalt Könyves elé, és a támadó a dorogi kapuba bombázott. 1-0. A vendégek az első játékrészben többször is zavarba hozták a hazai védelem jobb oldalát, a 32. percben egy veszélyes kontra futott végig a szélen, de Póser kapus végül hárított. A találkozó 42. percében először Könyves, majd az 52-ben szabadrúgásból Molnár járt nagyon közel az újabb gólhoz, de maradt az 1-0. Ennek ellenére csak nem egy órányi játékot követően Dlusztus centik hián egyenlíteni tudott, de újabb gólt végül a pirosmezesek értek el. A szögletet követően Horváth fejelt a kapu elé a labdát, amit Eperjesi csúsztatott a dorogi kapuba. 2-0. A végjátékban Molnár tornáztatta meg jó lövésével Tulipán kapust, de sikerült a hárítás, így az eredmény már nem változott. A DVTK 2-0-ra győzött a bajnokin. Próbáltunk ebben előrépni, hogy többet birtokoljuk a labdát, fárasztjuk ezzel az ellenfelet természetesen, és próbáltunk kicsit agresszívebb játékot is a csapatra erőltetni. A győztes Diógyőri bajnokiról készült bővebb összefoglalónkat keddi sportműsorunkban láthatják majd nézőink.